Véget ért a nyári vakáció, és elkezdődött az új tanév. Becsengettek a Karcagi Kovács Mihály Általános Iskolában is. Tanévnyitó ünnepségünk 2024. szeptember 2-án megtörtént, kinyitottuk az iskola kapuját. A Karcagi Kovács Mihály Általános Iskola teljes feltöltött álláshelyekkel rendelkezik, tehát minden rendelkezésünkre áll humán és egyéb erőforrás arra, hogy a tanévünk tökéletesen kezdődjön, és remélhetőleg így is fog befejeződni. A tanév során három új kollega érkezett intézményünkbe, és jelenleg összesen 462 gyermek tanul a székhely, illetve a feladatellátási helyünkön a Kiskulcsosi Általános Iskolában. A Kiskulcsosi feladatellátási helyünkön új tagintézményt köszönhetünk 2024. szeptember 1-től. Vadeiné Kovács Szilvia fogja ellátni a tagintézmény igazgatói feladatokat. Hogyan alakul maga a tanév rendje? A munkatervek mindkét feladatellátási hely tekintetében elkészültek, egész tanévet illetően. A kötelező tanórák megtartásán kívül rengeteg szabadidős foglalkozás, tanulószoba, napközi, felzárkóztató, tehetséggondozó és szakkörök megtartására lesz alkalmunk. Igyekszünk változatosan az iskoláink arculatának megfelelően megtervezni a tevékenységeket. Ugye itt a székhelyi intézményünkön kiemelten a tehetségek gondozása, a komplex alapprogram alkalmazása, a Kiskulcsosi Általános Iskolákban pedig az ökoszemlélet, hiszen kertvárosi iskoláról van szó, az ökoszemlélet kialakítása az első osztályosok tekintetében, illetve az egész iskola működésében mérvadó. Ezen kívül a kézilabda, a szivacs kézilabda, a mindkét intézményünk esetében a KEVE programba való bekapcsolódás, az aktív iskola védjegyrendszerbe való bekapcsolódás, és sok-sok olyan kihívás elé fogunk nézni, amely a múlt tanévben is jellemezte iskolánkat, és az új kezdeményezések kapcsán pedig mind a két feladatellátási hely tekintetében mindig nyitottak vagyunk. Hogyan tartják be a telefonokra vonatkozó szabályokat? Iskolánk mindent megtesz azért, hogy mindkét feladatellátási helyen teljesen megfeleljen a jogszabályoknak, a jelenleg hatályos jogszabályoknak. A nyár folyamán megjelent egy kormányrendelet, mely rendelkezik a tiltott tárgyak behozataláról az iskolába, illetve a telefonok biztonságos elhelyezéséről minden nap, tanítási nap elején. Mi ezeket igyekszünk minden tekintetben betartani. A tiltott tárgyak behozatalával kapcsolatosan van egy eljárásrend, melyet természetesen betartva igyekszünk ezeket kiiktatni, illetve a telefon használat kapcsán pedig reggelente be fogjuk szedni a telefonokat, ahogy a rendelet is előírja, és nap végén fogjuk visszaadni ugyanolyan állapotban a tanulók számára.